Tisztelt diákok, tisztelt tanárok, tisztelt szülők, kedves hallgatóság! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karának nyílt napján. Kicsit furcsa, hogy így kell találkoznunk most, de mégis mindenképpen szeretnénk lehetőséget nyitni Önöknek arra, hogy megismerjék egyetemünket. Tamás Andrea vagyok, az Anatómi Intézetben dolgozom, az Anatómia 2 tantárgynak vagyok a tantárgy felelőse, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon a szervezők engem kértek fel arra, hogy egy bemutató előadást tartsak Önöknek, aminek az a célja, hogy megismertessük Önökkel az orvosi pályához vezető, nem egyszerű útnak a lépéseit, aminek az anatómia tantárgy egy nagyon fontos része, hiszen az alapozó tantárgyak közül ez az, ami nagyon először, amivel először találkoznak az orvostanhallgatók, ami a legközelebb áll a klinikai léthez. Ezért is fontos számunkra az Anatómia Intézetben, hogy megfelelő oktatásban részesítsük az orvostanhallgatókat, hogy lássák ennek a pályának a szépségét, és megfelelő színvonalon tudják elsajátítani mindazokat az alaptudást, ami a későbbi klinikai munkájukhoz szükséges. Engedjék meg, hogy az előadás elején egy pár szóban bemutassam Önöknek az intézetünket. Az intézet vezetője Reglődi Dóra professzorasszony, aki tudományos dékánhelyettesként is az egyetem vezetésének a tagja. Az Anatómiai Intézetben számos oktató, számos kutató dolgozik. Igazából mi oktatók és kutatók is vagyunk egy személyben. A dián, az ábrán láthatják az Anatómiai Intézetnek a honlapját, amint hogyha van idejük, nézegessék, nézzenek bele. Az Anatómiai Intézetben az anatómia szövettan és fejlődéstan oktatást folytatunk angol, magyar és német nyelven, orvostanhallgatóknak, fogorvostanhallgatóknak és gyógyszerész hallgatóknak 3 szemeszterben. Az első szemeszterben ismerkedhetnek meg a hallgatók a csonttannal, a regionális anatómiával, az izmokkal, az erekkel, az idegekkel. A második szemeszterben a zsigerekkel, a belső szervekkel, és a harmadik fél évben a neuroanatómiával, és ezt követően egy végső szigorlatban mutatják meg ismereteiket. A dián láthatják az órarendünket, hogy mennyire sűrű, és milyen sok órát tartunk, milyen sok gyakorlatot és előadást egy időben. 1300 hallgatót oktatunk, közel 5000 órát tartunk egy évben, és közel 5000 vizsga az, amit orvostanhallgatókkal, fogorvostanhallgatókkal lefolytatunk. Úgyhogy nagyon aktív munka folyik az Anatómiai Intézetben. Szövettanoktatásról látnak képeket a következő dián, ami sajnos most a jelenlegi helyzetben nem lehetséges. Itt láthatják, hogy szövettan termeink vannak külön mikroszkópokkal, ahol az orvostanhallgatóknak külön diákon, külön metszeteken lehetőség nyílik a különböző szerveknek a tanulmányozására. Most a COVID időszak idején ezt 3D-dimenziós szkennelt online órákon tudjuk nekik biztosítani, amihez részletes internetes leírás és az internetet is számos anyag kapcsolódik. Itt látnak egy-két képet a bonctermeinkről, ezt is megismerik majd, hiszen lesznek bonctermi bemutatóink is a nyílt nap során. A bonctermeink, mondhatjuk azt, hogy világviszonylagban is az egyik legmodernebb intézetek közé tartozik. Minden bonctermünkben külön digitális kivetítő, külön demonstrációs műanyag demonstrációk, és természetesen tetemek is lehetőséget biztosítanak arra, hogy az anatómiát részletesen bemutassuk az orvostanhallgatóknak, ami egy nagyon különleges dolog, hiszen nem minden országban van arra lehetőség, hogy tetemeken tudják tanulmányozni az anatómiát. Az anatómia oktatáshoz is számos anyag megtalálható az interneten, hogyha belépnek a honlapunkra, különböző régiók,
megtanulásához szükséges különböző demonstrációs anyagok, és ezen kívül az orvostanhallgatóknak minden előadásunkat feltöltöttük a COVID időszak alatt, most már online és felvett videó YouTube előadások formájában is tudják követni az oktatást. Természetesen mi is megpróbáljuk követni a 21. századi diákoknak a kívánalmait. Minden csoportommal, ezt például az én privát csoportom Messenger csoportját látják, ahol minden gyakorlaton készült sémás képeket megosztjuk egymással, gyúrmázunk is, egy-egy itt különböző idegmagokat látnak, az agyban található magokat, ezt gyúrmáztuk és lefényképeztük, hogy még jobban megmaradjon és a tanulásukat segíthessék. Természetesen azért nem csak mindig a szigorú tananyagra összpontosítunk az Anatómiai Intézetben. Reglődi professzorasszony vezetésével egy anatómia határterületek kurzus is indul, amelynek keretében számos művészettel kapcsolatos előadást hallhatnak a hallgatók, ezt külön kreditpontos kurzusként is felvehetik. És nagyon széles körben folytatunk ismeretterjesztő foglalkozásokat is, az óvodától kezdve az általános iskolán keresztül. Talán már önök is találkoztak ilyen ismeretterjesztő előadásokkal, akár a kutatók éjszakája keretében, akár pedig egy-egy felkészítő tábor keretében. Nagyon sok más, például művészeti karon hallgató diákokat is oktatunk, és nemrégében indult a rendőrséggel egy kooperáció, ahol rendőröket és különböző védelmi szerveknél dolgozó embereket is oktatunk anatómiára. Minden évben, és sajnos ez most az idén elmaradt, de minden évben ebben az időszakban szervezzük meg azt a megemlékezést, ahol megemlékezünk azokra az emberekre, akik holtukban is az élőket szolgálják. Ez szerepel azon a sír feliraton, ami az Anatómiai Intézet parcellájában szerepel. Itt a diákok nagyon szép előadásokat szoktak tartani, hogy köszönetet mondjanak azoknak az embereknek, akiknek segítségével az Anatómiai Intézet ilyen magas színvonalon végezheti oktató munkáját. És a végén betettem két diát, két képet, ez a gyakorlatomon készült most, hogy hogyan zajlik az anatómia oktatás ebben az időszakban. A hallgatók maszkban, és az egyik orvostanhallgatótól kaptam nemrégiben ezt a képet, ezt a rajzot, ami a gyakorlaton készült. Azt gondolom, hogy talán ennek az időszaknak egy jelképe is lehet ez a rajz. És most nézzük az anatómia előadást. Egy rövid anatómia előadással készültem önöknek az Anatómia 1 tantárgy keretében. Ez lesz az, amit legelőször hallani fognak. Egy csonttannal kapcsolatos előadás, a medencének a bemutatása. Természetesen jóval rövidebben, mint ahogy ezt az általános orvosok, orvostanhallgatóknak tudniuk kell. Megpróbáltam azokra az ismeretanyagokra építeni, amit önök már az emelt szintű érettségihez, a csonttan tanulása kapcsán már talán hallottak. A korábbi nyílt napi előadásaimon már volt arra lehetőségem, hogy kérdezgessem a diákokat, és igazán nagy öröm volt számomra, hogy a diákok nem csak a csontoknak a nevét, de annak még a latin nevét is ismerték, úgyhogy remélem, hogy talán önöknek sem lesz teljesen ismeretlen az a tudásanyag, amit önöknek szeretnék bemutatni, és az előadás végén pedig megmutatom, hogy miért is fontos ezeket tudnunk, mert ugye a hallgatók sokszor kérdezik, hogy jó, de miért is fontos ennek az ismerete, hogy a klinikai gyakorlatban mi is a lényege annak, hogy ismerjük most a medencének az anatómiáját. A medence anatómiáját négy fő pontban fogom önöknek bemutatni. Beszélünk a medence csontjairól, összeköttetéseiről, beszélünk a medencéről egészben, mint a skeletonnak, a csontváznak egy központi, fontos része. Aztán a nemi különbségeket is szeretném önöknek bemutatni, és végül pedig a medence átmérőiről fogunk beszélni. Nézzük meg a medencét egészben, a medence övet. Ugye a medence öv az egy rendkívül fontos része a csontváznak,
a csontváz, mint egy központi részét képezi, ahol a törzs és a felső testfélnek a súlya áttevődik az alsó végtagokra. Tehát ez a medence, amely nélkül, ami egysége nélkül a skeletonunk nem tud működni, a csontvázunk nem képez egy egységet. Nézzük a medencét. A medence két fő csontból épül fel, két különböző csontból. Áll egy kereszt csontból, amit látnak a dia közepén, ezt szakrumnak hívják, és áll egy medence csontból, illetve nem egyből, hanem kettőből. Ezt hoztam is egy ilyen készítményt, amikor lehetőségünk volt arra, hogy személyesen is találkozzunk. Ezeket a csontokat kiosztottuk a hallgatóknak, hogy megtapinthassák, hogy megnézzék a csontokat. Remélem így is azért valamennyire át tudom adni az élményt. Próbálom önöknek megmutatni ezt a csontot. A medence csont egy 8-as alakú csont, egy 8-as alakot ölt, aminek az alsó részén egy nyílás látható, és ez a két rész egy kicsit így elfordul, rotálódik egymáson, és a háromdimenziós rajzolata ténylegesen a csonton látható. Három fő részből épül fel a medencecsont, ezt is jól látják most az ábrán. A csípőcsont, ugye a legnagyobb része, ezt önök is ki tudják tapintani otthon, hogyha otthon ülnek, hogy hol is van a csípőcsontjuk. Elől helyezkedik el a szeméremcsont, szintén tapintható, hogyha otthon megvizsgálják magukat, és hátul pedig az ülőcsont, szintén az ülőgumót, akár otthon most is ki tudják tapintani a fő részeit a medencecsontnak. Ez a három csont fejlődéstani szempontból először különálló, majd a fejlődés során a középső részen, ezt úgy hívják, hogy acetábulum, itt találkoznak és itt csontosodnak. Az acetábulum ez a legtömegesebb és legerősebb része a csontnak, ez alkotja a medence, illetve a comb csont és a medence csont csatlakozásában található ízületnek ugye a vápáját, ahol ahogy a medencecsont feje, illetve a vámpája a femurnak, a combcsontnak a fejével találkozik. Tehát ez a legtömegesebb része a csontnak. Milyen részei vannak, amit akár mi is ki tudunk tapintani, és itt ilyenkor meg szoktam kérni a hallgatókat, hogy próbálják meg kitapintani magukon is. A csípő taréj az ugye nagyon könnyen kitapintható, a medence csípő taréja. Ezen kívül, hogyha elől látják a csípő töviseket, ezek szintén kitapinthatók a testünkön, és egy jellegzetes nagy része az úgynevezett csípő lapát, amin különböző izmok, ugye hátul a fartájékot alkotó izmok erednek és tapadnak, elől pedig az ízület hallításában, a csípőízület hallításában szereplő izmok erednek, tehát ezért láthatunk itt különböző redőket, amiket majd a gyakorlaton meg is tudnak tapintani, ezek mind az izmoknak az eredésére és tapadására szolgál. Természetesen még vannak másik kiemelkedések, csípő tövisnek és csípő gumónak hívják a hátsó részét, ugye az ülő gumó, az, ahol, hogyha most ezt is meg tudják tapintani, tehát az a rész, ahol a far találkozik ugye az ülő felülettel, ezt ülő gumónak hívják, és ülő tövisnek, ahol itt a szalagok hátul tapadnak, ezt már nem tudjuk kitapintani, ennek az anatómiában van fontos szerepe. Természetesen az orvostanhallgatóknak mindezen részeket latinul is, és itt egy kicsit kibővítettem, vagy megmutatom ezen az ábrán azt, hogy az orvostanhallgatóknak milyen részletesen kell tudni az egy-egy részeket, de ezen ne csüggedjenek, könnyen el fogják tudni sajátítani. Nézzük tovább, hogyha megnézzük a medencecsontnak a belső felszínét, akkor szintén a csípőtaréj látható, és itt a belső felszínen tudom megmutatni önöknek a két ízfelszínt.
a hátulsó ízfelszín ízesül majd a kereszt csonttal, az előső ízfelszín, ahogy az ábrán is látják, pirossal jelöltem az ízfelszíneket, ott pedig a szimfízis, a két os pubis, a két szeméremcsont találkozásának az ízesülése látható. Most váltok, és mutatom a következő csontot, ami a keresztcsont. A keresztcsont egy háromszög alakú csont, és hogyha a szagitális, illetve a szemből nézzük ezen a tengelyen, akkor látják, hogy egy kicsit ívben behajlik. Két felszínét tudjuk elkülöníteni. Van a medence ürege felé tekintő felszín, ahol ilyen haránt irányú rajzolatokat láthatunk. Itt már jelzem is, látják a dián. Ezek azokat a vonalakat jelzik, ahol a keresztcsonti csigolyák egymással fúzionálnak, ugyanis a fejlődés kapcsán az öt keresztcsonti csigolya először különálló, majd összecsontosodik, és így alkot egy egységes csontot. Természetesen itt is meg tudjuk mutatni azt az ízfelszínt, ami a medencecsontnak megfelelő ízfelszínnel alkot ízületet. Itt is ezt jelöltem a következő képen látják, a diának a jobb alsó sarkában, és ezen a készítményen már nem tudom megmutatni, sokszor csontosodva meg lehet az utolsó picike kis farokcsontot, ami természetesen embereknél elcsökevényesedik. Nézzük tovább a következő lépést, megbeszéltük a két csontot, megbeszéltük a csontok közötti kapcsolódást, és már is mint a medence övről, a medencéről egészben tudunk most már értekezni. Tehát a két medencecsont és a keresztcsont található itt középen, és egy egységes üreget hoznak létre ezek a csontok, amely két fő részre bontható. Beszélhetünk egy, a medence bemenet választja el ezt a két fő részt egymástól, itt mutatom önöknek, piros vonallal jelölődik a dián a medence bemenet. A medence bemenet két fő részre osztja az üreget, beszélhetünk egy nagy medencéről. A nagy medence ez a hasüregnek az alsó részét képezi, tehát itt lehet látni, itt helyezkednek el az alsó bélkacsok, a vastagbél, vékonybél kacsokat itt találjuk. És a medence bemenet alatt elhelyezkedő üreg, ahol itt a kezemet, illetve az öklömet látják, ez a kis medence. A kis medencében helyezkednek el ugye a hólyag, tehát a vizeletkiválasztó rendszernek a részei, a nemi szervek, illetve a végbél a kis medencében található szervek. Ez rendkívül fontos ennek az anatómiája, ahhoz, hogy a szüléssel kapcsolatos ismereteket is be tudjuk önöknek mutatni. Most szintén egy újabb preparátumot veszek elő, ami egy következő lépés már, ugye eddig megismertük a csontokat, és a következő réteg már a különböző szalagok, amelyek az ízületeket összetartják, és a fal, a medence falának alkotásában vesznek részt. Látják, hogy milyen vastag szalagok rögzítik egymáshoz ezeket az ízületeket, ezeket a felszíneket, és hogyha egy keresztmetszetet készítünk, egy frontális metszetet készítünk erről az ízületről, akkor látják a keresztcsont és a medencecsont kapcsolódását, ezt a feszes ízületet, ahol nem csak kívül, elől és hátul találhatunk szalagokat, hanem a csontok között is látják a dián, a csont közötti szalagok is találhatók itt ebben az ízületben. Miért? Azért, mert ez az az ízület, ami az egész test tömeget, tehát a gerincnek a tömegét, a felső végtag, törzs, fejnek a tömegét kell, hogy áttegye a medencére, majd a medencéről pedig az alsó végtagra. Az nem lehet, hogy ez az ízület ne legyen elég feszes,
hiszen ekkor az egész skeleton integritása, az egész csontváz integritása, egysége megtörik, hogyha ez nem elég tartós. Látják az előső és hátulsó szalagokat, amikről beszéltünk, és van még egy fontos ízület, ezt szimfízisnek hívják, a két szeméremcsont között elhelyezkedő ízület, ezek egységesen hozzák létre a medence övet. Megyünk tovább az előadáson. Hátulos természetesen vastag és fontos szalagokat találhatunk, amelyek rögzítik egymáshoz az ágyéki csigolyákat és a csípőtarajt, ezt látják az előadáson, valamint a medence ízület hátsó szalagrendszere is látható itt, valamint az ülőgumót és az ülőtövést és a keresztcsontot rögzítő szalagok, ezeknek is rendkívül fontos szerepük van a medence falának az alkotásában. A nemi különbségekről is egy külön diát tettem fel. Hoztam önöknek két medencét, egy női medencét és egy férfi medencét, hogy meg tudjam önöknek mutatni, hogy mi is a különbség a kettő között. Ilyenkor meg szoktam kérdezni a hallgatókat, a diákokat, hogy mondják el, hogy mit látnak, és leírják a különbségeket, ami nagyon jól látható, ugye a bemeneti nyílás közötti különbség. A férfi medencében a bemeneti nyílás jóval kisebb, mint a női medencében. A férfi medencének a csípő lapátjai sokkal meredekebben helyezkednek el, ezzel szemben a női medencében jóval jobban szétállnak, és ami még szintén nagyon jó különbség, ezt ehhez nekem is több kézre lenne szükségem, hogy a női medencében a szeméremcsontok ilyen ívet képeznek, ezt árkusznak hívják, ezzel szemben a férfi medencénél ezek a csontok hegyes szögben helyezkednek el. Ugye ezek azok a tulajdonságok, ezt angulus pubisnak, mindjárt megmutatom, hegyes szöget alkotnak. Ezek a tulajdonságok, amiből egy oszteológus, egy csonttanász egy skeleton vizsgálatával meg tudja állapítani, hogy az egy női medence, egy férfi medence, és számos, sok-sok olyan tulajdonság van, ami még segíti a szakembereket a csontok alapján történő azonosításra. Jó, leteszem, és már is folytatom tovább. A medencével kapcsolatban, a medence anatómiájával kapcsolatos első képeket látják ezen a dián, ahol az első kép, ugye az első híres anatómia atlasz, Vesalius atlasza volt, és hogyha egy kicsit megnézzék a baloldali képet, akkor egy kicsit instabilnak tűnik ez a csontváz, és azért tűnik instabilnak, mert hogyha megnézik a medencének az állását, akkor a medencének az állása az nem teljesen anatómiailag tökéletes. Ugyanis Vesalius ezen a képen úgy ábrázolta a medencét, minthogyha a medence bemenet a vízszintes síkban helyezkedne el. Ezzel szemben a jobb oldali képen már Leonardo da Vinci képét látják. Leonardo da Vinci polihisztorként, mint mérnökként, ő nagyon jó statikai szemmel is megnézte már a csontvázat, és ő tudta igazából azt megállapítani, és azt megfigyelni, hogy a medence bemenet, ez nem a vízszintességben helyezkedik el, hanem egy kicsit előre dől, tehát az előső tövisek és a szeméremcsont, azok egy síkban helyezkednek el, és a medence a vízszintes síkkal egy 60-65 fokos szöget zár be, ezt medence dőlésének hívják. Ez az, ami nem látható a Vesaliusnak a képén, és ezért ilyen instabilnak tűnik ez a skeleton, de most már ezt nagyon jól ismerjük mi is, és ezt nagyon jól láthatjuk itt a csontvázon is, hogy az első tövis, valamint az os pubis, a szeméremcsont egy síkban helyezkedik el.
Nézzük a legutolsó részét az előadásnak, a klinikai jelentőségét ennek, a sok-sok mindennek, amiről beszéltünk. A medence üregén keresztül szükséges, ugye szülés kapcsán a kisbabának, a kisbaba fejének áthaladni. Ezért nagyon fontos megismernünk a medence üregét és a medence üregének a különböző átmérőit. Hiszen, hogyha ezeket tudjuk, ezeket ismerjük, akkor nagyon jól tudjuk nyomon követni, hogy a kisbaba hogy is forog, hogyan is mozog a szülő csatornában. Ehhez is szeretnék mutatni önöknek egy készítményt, ahol az orvostan hallgatóknak megmutatjuk a különböző átmérőket. Gyorsan szeretném önöknek is ezeket megmutatni, nyilván nem kell tudni pontosan a méreteket, még nem, majd hogyha ide járnak, de hogy hogyan is történik ennek a leírása. Ha megnézzük a bemeneti nyílást, akkor a bemeneti nyíláson különböző átmérőket tudunk elkülöníteni, beszélhetünk egy haránt, már is itt mind a három, beszélhetünk egy haránt átmérőről, ami a legnagyobb, beszélhetünk egy ferde átmérőről, és egy egyenes átmérőről. Miért fontos tudni ezeket? Mindig azt fontos tudni, hogy melyik a legnagyobb átmérő, hogy a bemeneti nyílásnak a legnagyobb átmérője az a haránt átmérő. Mindig itt helyezkedik el a magzatnak, illetve hát a babának, a fejének a legnagyobb átmérője. Hogyha lejjebb megyünk, és megnézzük a medencének a kimeneti nyílását, amely már nem teljesen kerek, hanem inkább rombusz alakot ölt, ugye elől a szeméremcsont, aztán az ülőgumó és a szalagok alkotják, ennek a legnagyobb átmérője az egyenes átmérő, tehát itt a babának, a fejének az egyenes átmérőben kell, hogy elhelyezkedjen, tehát itt láttuk, hogy egy 90 fokos forgást kell, hogy a baba megtegyen a szülő csatornában. Szintén nagyon fontos a medencének a belső átmérői, amely közül meg tudunk különböztetni egy olyan átmérőt, ami a medencének a legnagyobb átmérőit tartalmazza, amely a medence, a szeméremcsont és a keresztcsont második csigolyája között elhelyezkedő rész, és van egy legszűkebb része, ami a tövisek és a szeméremcsont közötti tengelyben helyezkedik el. Ugye miért fontos az, hogy ezt tudjuk, mert meg kell terveznünk azt, hogy egy édesanyja alkalmas-e arra, hogy természetes úton szülje meg a magzatát. Természetesen ritkán fordul elő, hogy ez anatómiailag nem megfelelő, de akár egy medence trauma, akár egy fejlődési rendellenesség sajnos ebben károsítást hozhat létre, és probléma lehet. A medence belső átmérői közül látják, hogy különböző átmérőket tudunk elkülöníteni, de az, amit a nőgyógyászati vizsgálat során és az orvosok is mérni tudnak, az átmérő, ami a szeméremcsont és a keresztcsont között, így a kezemet, hogyha látják, mindjárt a dián is mutatom ezt a vizsgálatot, ahogy a nőgyógyászati vizsgálat kapcsán ezt az átmérőt mérni tudják. A szülészek tudják körülbelül, hogy mi ez a távolság, hogyha ők ezzel a vizsgálattal el tudják érni a szakrumot, a keresztcsontot, akkor az nagyon szűk medencére utal. És természetesen vannak olyan átmérők is, amit egy külső fizikális vizsgálattal meg tudunk állapítani. A két csípő taréj közötti távolság, azt meg tudjuk mérni akár a páciensen kívülről, ami körülbelül 29 cm, de természetesen ezzel kapcsolatban lehet eltérés. A két csípő tövis közötti átmérő, valamint a két combcsont tuberkuluma közötti, a nagy tomporok közötti távolság, látják a dián, és természetesen a medence külső átmérőit és egy ilyen speciális eszközzel megmérhetjük. Ez az, amit a szülészek egy-egy fizikális vizsgálat során láthatják. Most nézzük meg ezt az egészet a
gyakorlatban, ugyanis nagyon fontos azt megismernünk, hogy hogyan is zajlik ez az egész folyamat. És itt ezen az ábrán látják, hogy a jobb oldali képen, hogy mi a normális elhelyezkedése, az egészséges állapot abban az esetben a szülés előtt, ahogy a magzat a szülő csatornában elhelyezkedik, látják a fejtartását. A bal oldali képen látunk kóros fejtartásokat, amely hogyha ilyen eset jön létre, majd meglátják itt a demonstráció során, sajnos nem lehetséges az egészséges szülés, ebben az esetben nem engedik a szülőcsatornán történő egészséges szülést, és most szeretnék kérni egy segítséget, ez én is beöltözök, aki segíti nekem demonstrálni a szülésnek a folyamatát. Kérlek, gyere, köszönöm, én is felveszem a maszkomat. Biztonságban legyünk. Szeretnélek megkérni arra, hogy légy kedves, gyere ide, és segítesz nekem a szülés levezetésében. Megmutatjuk a nézőknek a medencét, ez egy női medence, és a női medencét, hogyha tartod, köszönöm, hoztam egy kis babát is, amivel demonstrálni szoktuk a szülésnek a folyamatát. Itt a kisbabának a fején berajzoltuk azt a leghosszabb átmérőt, a fejnek a leghosszabb átmérőjét, ami a homlok és a nyakszírcsont közötti átmérő. Mindig ezeknek kell, hogy elhelyezkedjenek a legnagyobb átmérőbe. Tehát, hogyha ugye a normális helyzetben a kisbaba olyan, mint egy kis golyó, ez a normális helyzete a szülés kapcsán, ugye a leghosszabb átmérőt kell belehelyeznünk a bemenetben, ide belerakom, és akkor mutassuk meg a nézőknek, közben én itt a diát is próbálom léptetni, hogy lássák. Tehát először behelyezzük a kisbabát, mutassuk meg a nézőknek, hogy a haránt átmérőnek megfelelően helyezkedik el a babának a feje. Ezt követően, ha kicsit lejjebb megyünk, akkor a rotációt már elkezdi, elkezd forogni, a feje már egy kicsit a medence belső üregében, a legnagyobb átmérőnek megfelelően a ferde átmérőben van. Remélem ezt is jól látják a nézők. És végül, ugye a kimeneti nyílásról beszéltünk, hogy a kimeneti nyílásban ez az átmérő, az egyenes átmérő a legnagyobb, ahol a baba fejének el kell, hogy helyezkedjen. Most itt próbálom azért demonstrálni önöknek az egyenes átmérőt. És a legutolsó lépése a szülőcsatornában való áthaladásnak az az, hogy a babának a nyakszírcsontja megtámaszkodik a szemérem csonton, és van egy végső, egy hátra hajlása a fejnek, ugye ezért is érthető az, hogyha a kóros fejtartás kapcsán már egyenesen megy, akkor nincs lehetősége további hajlásnak. Na, és most kell, hogy nyomjunk, ilyenkor mindig a fiúknak kicsit nehezebb dolgok van, és már is meg lesz, igen, itt a vége ennek a folyamatnak. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Ilyenkor mindig azért egy élő előadáson taps is illetni a segítőt. Köszönöm szépen. Tehát ez volt ez a folyamat, amit szerettem volna önöknek megmutatni, és az előadás végén szeretnék levetíteni önöknek egy sémás videót, egy videót, ahol ezt a folyamatot meg is tudjuk mutatni, és kérem, itt lehet látni a videót, látjuk a kisbabának a fejét, ahogy először a bemeneti nyílásban helyezkedik el, a haránt tengelynek megfelelően a fej hoztengelye, aztán ahogy folyamatosan egyre mélyebben kerül a medence üregébe, áthalad a medence bemeneti nyílásán, így elkezd forogni a ferde átmérőben helyezkedik el a babának a feje. Itt lehet látni, hogy azért, ahogy a csontos medence igazítja a kisbabának a fejét, ugye ezért is van, hogy a koponyacsontok nem csontosodnak össze teljesen, hiszen ilyenkor is azért némi
mozgás van a csontok között, és a legvégén ugye beforog, és az egyenes átmérőben helyezkedik el a babának a feje. Leveszem, hogyha már elment a segítőm. És a végén pedig látják ezt a oldal irányban, ahogy a kisbabának a feje folyamatosan egyre mélyebben helyezkedik el, először a bemeneti nyílásban, aztán eléri a medence legtágabb részét, ahol egy kicsit be tud fordulni a ferde átmérőbe, és végül, ahogy a szülőcsatornán áthalad, a fej a szagitális egyenes medián középső átmérőben helyezkedik el, és ez természetesen normálisan nem egy-két perc, ezt nyilván az anyukák, illetve az oktatók tudják, de ennek a sémás ábrája ezen a videón így. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! És az előadás végén szeretném megköszönni a figyelmüket, szeretnék önöknek nagyon sok erőt kívánni a felkészüléshez, és nagyon bízom abban, hogy nagyon sokukkal jövőre személyesen is, vagy legalábbis online oktatás keretében, de nagyon bízom abban, hogy személyesen is találkozni fogunk. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!